Jó napot kívánok! Az első két nap viszonylagos rossz idője után most szombaton reggel állunk itt a téren Cseresnyés Péter államtitkár országgyűlési képviselővel. Kisütött a nap és valószínűleg a folytatás. A Kanizsafest második két napja már zavartalan időjárást és talán még az előző két napnál is felhőtlenebb a szószoros és átvitt értelmében élményt kínál a kanizsaiaknak és az ide látogatóknak. Tegnap, azaz pénteken átadták a város díjait, elismeréseit a hagyományos díszközgyűlésen. Először képviselő urat arról kérdezem, hogy ezek az elismerések néhány embert kiemelni a kanizsai közösségből, hogyan tükrözik a város fejlődését, hogyan tükrözik a város mindennapjait, hiszen hogyha végignézzük a listát, akkor lehet azt mondani, mint egyébként évről évre, hogy egy kitűnő felhozatal is, lám mennyi értéke van Nagy Kanizsának. Igen, ezért kell azokat az embereket megköszönteni ilyenkor, és megtisztelni azzal, hogy díjat adunk át, akik az egész életpályájuk során, vagy egy bizonyos időszakban az életükből többet adtak, mint egy átlag ember a közösségnek, többet tettek azért, hogy ez a közösség erősebb legyen, összetartóbb legyen. Ezért kell ezeket az embereket egy ünnepség keretében megtisztelni egy díjátadással, és megköszönni azt a munkát, amit az elmúlt időszakban, az elmúlt években ők végeztek, és tényleg azt lehet mondani, amit ön is a kérdésében megfogalmazott, hogy nagy a felhozatal, nagyon sok olyan ember él Kanizsán, vagy éppen Kanizsa környékén, akik sokat tettek ennek a közösségnek a megerősödéséért, ennek a közösségnek a fennmaradásáért. És azt hiszem, tegnap a köszöntőmben el is mondtam, hogy sokszor ezek az emberek a mindennapi tevékenységük során nem is érzik, nem is értékelik ezt az értéket, amit ők nyújtanak ennek a közösségnek, csak teszik a dolgukat, csak dolgoznak, viszont a közösség ebből nagyon-nagyon sokat tud profitálni, nagyon sokat tud profitálni úgy, hogy a további időszakban, a további előrelépésekhez tudja használni az ő erejüket, az ő tudásukat, az ő akaratukat és az ő szenvedélyüket. Ezért fontos egy ilyen ünnepség alkalmával kiemelni a város ünnepi közgyűlésén az ő tevékenységüket, és példát is mutatni arra, hogy hogyan lehet másoknak a város érdekében tenni. Egy példát mondtam én is tegnap, hogy lehet, hogy az az ember, aki nekem tanárom volt, Csizmadia Ferencről van szó, Csizi bácsiról, nem is tudta azt, hogy azzal, hogy szenvedéllyel tanította a diákjait, és szenvedéllyel tanította az énekzenét, szenvedéllyel vezette a kórusát, és szenvedéllyel szerette a városát, egy olyan értéket hagy ránk, ami aztán utána büszkeségre ad okot, és a későbbiekben lehet, hogy a kanizsaiak identitását is jelentős mértékben meg fogja határozni. A Túri György kórusműről, Túri Györgyről szóló kórusműről szerettem volna ezzel beszélni, hisz Bárdos Lajossal együtt ők ketten komponálták ezt a kórusművet. 70-es évek elején egy diákokból álló kórus adta először ezt a művet elő, és most a kanizsai vegyeskar a repertoárjába felvette, és nagyon-nagyon gyönyörű hangzással, felemelő érzéssel hallgathatja mindenki, aki egy-egy előadáson ezt a művet meghallja. Csizi bácsi lehet, hogy nem gondolta arra, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolgot tett akkor, amikor Túri Györgynek a méltatását egy kórusmű segítségével is megtette, és lehet, hogy ő segít majd abban, hogy azt a túri kultuszt, azt a túri mitoszt, amit én nekem a véleményem szerint mindenképpen Kanizsán erősíteni kell, sőt, fel kell emelni a megfelelő polcra, a történelem megfelelő polcára és a Kanizsa történelem megfelelő polcára, ehhez ő mennyivel járult hozzá. Csizi bácsinek köszönet éppen ezért, és ő is többek között azért a sok-sok éves vagy évtizedes munkájáért kapta annak idején meg a kitüntetését, ami arra jogosította fel, és jogosít föl bennünket, hogy az ő emlékét is, és az ő munkásságát is ápoljunk, és megemlékezzünk róla. Államtitkár úr, a következő kérdésre nagyon hosszan lehetne válaszolni, de arra kérem, hogy röviden válaszoljon. A városnapja talán alkalmas arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és hogyha megállunk, akkor talán adódik a kérdés, hogy hol tart most Nagy Kanizsa és merre halad? Nagy Kanizsa egy megyei város, amelyik azt lehet mondani, hogy több évtizedes csipkerózsika álmából ébredt fel azzal, hogy az elmúlt egy évtizedben jelentős beruházások, munkahelyteremtő beruházások valósultak meg, és a város is egy koncepció mentén, egy stratégia mentén épül és szépül. Ennek elsősorban egyelőre a legékesebb és legkézzelfoghatóbb jele
amit mindenki érez és mindenki láthat, ez a belváros megújulása, de azzal, hogy az ipari park benépesült, azzal új területeket kell az ipari parkra már keresni ahhoz, hogy a munkahelyteremtéshez szükséges vállalkozások, beruházásokat tudjanak tenni, azt mutatja, hogy ennek a városnak nagyon-nagyon komoly jövője van. Nem beszélve arról, hogy egy térségi központként, ennek a Mura térségnek, Muraföldének a központjaként a turizmus tekintetében is óriási lehetőségek vannak a városban, tehát a turizmus területén is óriási előrelépéseket lehet majd a későbbiekben tenni. Ezen dolgozik a városvezetés, ezen dolgozunk mi közösen, nagyon-nagyon sok kanizsai emberrel együtt, és egy ilyen fesztivál, vagy azok a fesztiválok, amelyek Nagykanizsán megrendezésre kerülnek, ezt a térségi központi szerepet és a térség fejlesztését, fejlődését is segíthetik. Államtitkár úr, képviselő úr, köszönöm szépen. Önöknek pedig még van egy napjuk, hiszen amikor ez a beszélgetés adásba kerül szombaton délután és este, akkor még a negyedik nap hátra van, az pedig a táncvilágnapja lesz, több mint 1000 táncossal, látványos felvonulásokkal, szóval holnap is érdemes becsatlakozni a programokba, a belváros várja a negyedik napon is a kanizsaiakat és a látogatókat.